Újjárat létesít a Grundfos Székesfehérváron. A tervek szerint nyáron már ezen a területen megtartják az ünnepélyes alapkőletételt is. A Sóstói Ipari Parkban a jelenlegi gyára mellett építi fel a Grundfos azt a csarnokot, amelyben óriás szivattyúkat gyártanak majd. A székesfehérvári üzem 350 új munkahelyet jelent, 50-60 mérnököt az önálló kutatásfejlesztési részleg foglalkoztat majd. A felfutást követően kb. 350 dolgozót fog jelenteni, akik itt fognak dolgozni a gyár területén. Tehát mind sori dolgozókra, mind az irodai dolgozókra gondolok, illetve tekintettel arra, hogy a fejlesztő csoportunk is ide fog települni, és itt fog helyet kapni. A fejlesztési csoport további 50-60 fővel fog bővülni. A berendezések fő felhasználási területei a nagyszennyvíz és árvízvédelmi rendszerek, gátak, víztárolók és az atomerőművi hűtőrendszerek. Ahogy arról a Fehérvár televízió híradójában már beszámoltunk, a zöldmezős beruházás a tervek szerint egy év alatt 4 milliárdos keretből valósul meg. A későbbiekben 2015-ig további 4-5 milliárd forintot fordít gépek beszerzésére, új termékek bevezetésére a vállalat.